A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit, Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok. Sátán. Visszajöttünk. Igen, a sátán visszajön, mondhatnám úgy is, hiszen a múlt héten megígértük a kedves nézőknek, hogy folytatjuk a sátánnal kapcsolatos, Luciferrel kapcsolatos eszmefuttatásainkat, és ennek a mainak, mielőtt még megmutatnánk a nyereményeket, az a címe, hogy a fenevad bélyege, és csak emlékeztetőül mondom, hogy a múlt héten te egy néhány mondat erejéig kitértél, hogy egyáltalán ki az a fenevad, vagy mi az a fenevad, és egyáltalán mit értünk rajta, és mit értenek rajta a különféle vallásokban. És akkor úgy emlékszem, hogy a múltkori adást azzal fejeztük be, valami olyasmit mondtam, hogy ebben a maiban utána járunk annak, vagy megpróbáljuk megnézni azt, hogy az Antikrisztus valóban már köztünk jár-e, hogy félelmetes terveit megvalósítsa. Egyetlen egyet kérek tőled, aztán mutatom a nyereményeket, hogy az Antikrisztus, erről nem tudja mindenki, hogy mit rejt. Ki? Mi az Antikrisztus? Igen. Ha valaki egy olyan hívő, aki tényleg rendesen gyakorolja a vallását, tényleg rendszeres templomba járó, még akkor sem biztos, hogy tökéletesen meg tudná fogalmazni ezt az egészet, ugyanis ennek is a gyakorlatilag az értelmezése az évezredek, vagy a két évezred alatt, illetve az évszázadok során ezért egy picikét változott. A lényeg az, hogy ennek van magának az Antikrisztusnak, annak van egy, illetve bocsánat, van kétfajta értelmezése. Az egyik, amikor az Antikrisztus kisbetűvel írjuk, akkor az Antikrisztus a krisztusi tanokkal, a krisztusi gondolatokkal szembe menő embereket, vagy személyeket jelenti általában. Igen. Tehát, és ezt akkor ezt kisavar írjuk. Van egyszer a nagy Antikrisztus, az Antikrisztus, aki egyetlen egy emberben személyesül meg, tehát megjelenik itt a Földön meg egy bizonyos formában, de ő az a bizonyos nagybetűs Antikrisztus, akinek a neve az ilyen, hogy igazából ellen Krisztus, mert tulajdonképpen hát ez anti. Lenne, vagy valami az anti, igen, ez a jelzővel, de az, aki szembe fordul a Krisztusnak a tanaival, a Krisztus tanításaival. De ezt a kört, amit ennek a bizonyos Antikrisztusnak tulajdonítunk csupán csak vallási értelemben, ezt azóta nagyon-nagyon-nagyon kiszélesítették, és megpróbálják az elmúlt időszaknak a történelmét belezsúfolni abba, vagy bele összevonni a jelenések könyvével, a Bibliával, hogy ez miképpen jelenhetett meg az Antikrisztusnak. Most az Antikrisztusnak maga a történet, és ez csak néhány mondatban, nagyon régre vezethető vissza. Azokat az embereket, akik az akkori társadalom ellen fordultak, akik a háborúkat folytattak, azokat gyakorlatilag szinte azonnal politikusokat, hadvezéreket azonnal besorolták ebbe a körbe. Igen. Tehát például már Néróról is utólag azt mondták, hogy már Néró császár, már ő is az Antikrisztus volt. Szóval jövünk előre az időben, akkor egyre több olyan személyt találunk, akit valamiért ráhúzták ezt a bizonyos jelzőt. Amikor eljutunk itt a modern egy időkben, akkor na itt akkor valami mérhetetlen módon megszaporodtak. Tehát itt arról volt szó először, hogy természetesen ide tartozott Stalin, ide tartozott Lenin, Hitler. Ide tartozott Hitler, de várjál, utána ide tartozott egy halom vezető, egy szovjet vezetőket oda tartották, hogy miért sorolták be ebbe a körbe például Mihály Gorbacsovot, aki a galasztussal és a perestrojkával gyakorlatilag lehetővé tette, hogy Szovjetunióból vissza tudjon menni Oroszországba, hát, és egy valami, és egy fantasztikus ember volt. Persze. Egyébként, és nagyon sokat tett, de őt is ebbe a körbe sorolták be, de ugyanebbe belekerült Kennedy is. Most az, hogy került be John Fitzgerald Kennedy, aki igazából tényleg fellépett a gonosz ellen, igen, az ennit ellen, minden ellen, hogy ő hogy került ebbe a körbe, azt nem tudom. Természetesen Reagan elnök az egész Szovjetuniót a gonosz birodalmának nevezte, és akkor innentől kezdve értelemszerűen az összes pártfőtitkára automatikusan Antikrisztus lett, de ide ebbe a körbe sorolták be Osama Bin Ládent, várjál, és mondok neked még két olyan nevet,
azért nem került be igazából bejátszás formájában sem ebbe a tévéműsorra, mert nem ismerik annyira, az egyiket ismerik a nézőink, de a másikat nem, az egyik az egy Jared Kushner nevezetű úr, őt onnan lehet tudni, hogy a Donald Trump amerikai elnöknek az ortodox zsidó veje. Igen. Sokan úgy vélik, hogy a Donald Trump neki köszönheti a győzelmét, egyiket egy zseniális figura, aki gyakorlatilag előtte nem vett részt, azt hiszem, hogy véd, előtte nem vett részt a másik? Üzleti élet, bár üzleti életben, igen, de oly zseniális módon alakította a dolgokat, és sokan úgy gondolják, hogy nagy, tehát sokat köszönhet neki Donald Trump, hogy ő lett az Amerikai Egyesült Államok. A másik pedig, miután nagyon szeretik támadni a brit királyi családot, és megszemélyeztették Vilmos herceget. Tehát Vilmos herceget tartják az antikrisztusnak. Na most ezt ráadásul mi szoktunk idézni, illetve vettünk már át bejátásokat egy Alkion Plejádok nevű nagyon-nagyon éteri oldalról, ahol egyébként nagyon-nagyon sok ilyen anyag szerepel. De gyönyörű képek vannak. Gyönyörű képek vannak, nagyon jó zenékkel vagy valamivel. Na de ők szűrték le ezt a következtetést arról, és gyártottak erről műsort, hogy maga Vilmos az antikrisztus, és megpróbálják visszamenni és kimutatni, hogy mik lehetnek a gyökerei. Mi azért nem, vele azért nem foglalkozunk, mert én személy szerint nem értek egyet vele. Lehet, hogy egy kint egy brit alattvaló, aki sokkal jobban ismeri. Én nem vagyok benne a brit királyi háznak így a titkaiban, és nem ismerem annyira, tehát lehetséges, hogy csinált olyan dolgokat. Én nem tudok, de szerintem arra a világ már odafigyelt volna. De maradjunk abban, tehát, hogy rengeteg embert idézőjelben tiszteltek meg ezzel a címmel, és akkor el kéne dönteni, most azt próbáljuk megnézni, hogy tényleg köztünk jár-e, tényleg itt van, milyen ismérvei vannak, és akkor mit jelentenek azok a dolgok? Mit jelent a fenevad, mit jelent az, hogy a fenevad bélyege, mit jelent a 666, az antikrisztus sátán, Lucifer, ugye ezt a kérdéskörben hogy röviden, de megint tiszta vizet a fejekbe, de nem a fejeket a pohárba, ha valakinek vízfeje van, akkor már mindegy, de hogy az emberek tisztában lássanak ebbe a dologba, és hogy tényleg el tudják-e dönteni, hogy össze lehet-e mosni a napjaink politikai eseményeit a bibliai jelenések könyvében szereplő látomásokkal és az ott szereplő tényeket, egységes keretben lehet-e foglalni. Én nekem erős fenntartásaim vannak, mert nagyon sokszor nagyon úgy érzem, hogy ez csak ilyen meddő igyekezett, hogy megpróbálják arról minden áron bebizonyítani, majd mondok neked erről, igen, hogy a fenevad hogy kell ki, és mi lehet, és hogy ennek a magyarázata, de ha megnézed, és hát ez most a X-akták jutott eszembe, lezárom tényleg, I want to believe, hinni akarok. Ha én hinni akarok, akkor nem érdekel, akkor az elmondja, én megnézem, ránézem, és azt mondom, hogy zseniális, mert pontról pontra be fogja nekem bizonyítani, hogy abba, ami ott szerepelt, ha megnézed, ugyan néha van ilyen, hogy a hármat meg kell szólni 29-el, majd a négyzetgyöke köbgyökét megizolom 27-tel, levonom belőle a föld kerületének 36 részét, hozzáadok 29-et, és látjátok, hogy megvan ez a szám. Hát ha csak úgy nem. Hát igen. Na most még arra azért felhívnám a figyelmüket, arra jutott eszembe, amiket itt említettél, hogy a fenevad bélyege. Ne tessenek majd azon csodálkozni, hogy ez olyan bélyegekről van szó, amelyeket nem is látni. Például. Szóval ez félelmetes, azért is erre nagyon figyeljenek, ami pedig hát a mai dolog, és amúgykor említettük, hogy a Vatikán, illetőleg a hamis proféták, aztán ez a bizonyos utolsó humanista, erre külön felhívom a figyelmüket, mert egy nagyszerű színész látnak majd benne, ugyebár Al Pacinót, kettőt is. Meg a Keanu Reeves is benne. A Keanu Reeves a másik, igen. Aztán hát a fenevad bélyege, amit már említettem, én nem szoktam kétszer elmondani ugyanazt. És az antikrisztus... Úgy érted, hogy én el szoktam mondani? De szó sincs róla, de hogy az antikrisztus már köztünk jár, ez most egyáltalán nem kérdőjel és felkiáltójel, hanem a negyedik, illetőleg az utolsó összeállítás címe. És akkor itt van az áprilisi szám, illetőleg a fél éves előfizetése a Hihetetlen magazinnak. Lapozok egyet, mert itt van a külön szám, antikrisztus 666, a fenevad bélyege, és itt is ugye már sajtán itt felkiáltó jellel van, hogy az antikrisztus már köztünk jár, és még egy könyvünk is van, természetesen az elveszett evangélium. Ez például az is benne van, hogy Jézusnak volt-e, vagy egyáltalán volt házassága.
Mária Magdolnával, úgyhogy érdekes témák vannak ebben a könyvben is. Hát akkor itt most nem vágtunk még a dolgok elébe, csak egy nagyon picikét, de ez a bizonyos a Vatikán és a hamis proféta vagy proféták, de most maradjunk a proféta elméletnél, ez én a nézők nevében is merem mondani, hogy nagyon jó, hogy ismét szóba kerül, mert a Vatikán titkairól, meg hogy egyáltalán a Vatikánban mi van a felszín alatt a szószoros értelmében, meg hogy milyen hosszú az a folyosó rendszer, vagy alagút rendszer a Vatikánban, a számra már nem emlékszem. 51 kilométer. 51 kilométer, ahol mindent őriznek, mindenféle papírokat, na most ebből mondjuk megmutatták már az embereknek, vagy másfél kilométer talán. Körülbelül az 51-ből. Szóval a Vatikán titkai, és akkor hát nyugodtan mondhatom, hogy a Vatikán urainak, hát egyáltalán a pápáknak a titkai, és még egy, mert ugye ebben a műsorban, illetőleg ezekben a műsorokban nagyon-nagyon sokszor kémleljük az eget, már csak a földön kívüliek, és az idegenek miatt is, és ezt nem biztos, hogy tudják, pedig mi már említettük, hogy az egyik legnagyobb hatású teleszkóp, éppen a Vatikán birtokában van. Hát ezzel én csak úgy felvázoltam a dolgot egyén szólva. Igen, na most igazából a következőről van szó, tehát most azt a témát próbáljuk körbejárni, hogy a Föld nevű bolygón, aminek most már elképesztő módon növekszik a népesség, hihetetlen, most már 7 milliárd 800 milliónál tartunk egyébként. Mennyi volt, amikor kezdtük ezt a műsort 6 éve? Azt hiszem 7 milliárd 2. Ugye? 7 millió 2 vagy 7 milliárd 2. Tehát nagyon-nagyon éppen átéptük a 7 milliárd. Igen. Ez tényleg sokkoló. Hát ennyi év alatt ilyen. Ennyi év alatt ilyen van, így van. Na, most van egy olyan hitrendszer, amit az előző adásban szerintem nagyon jó, hogy összefoglaltuk és összekapcsoltuk a kereszténységet és az iszlámot, mert hogy ennek a két vallásnak összesen van nagyjából egészében a becslések szerint 3,5 milliárd híve. Ebből a 2 milliárd a keresztény, 1,5 milliárd az iszlám híve, a muszlim, a 2 milliárdból pedig 1,2 milliárd az, aki katolikus, és a 800 millió az pedig protestáns. Igen. Protestánsok sem azért, a protestálók az azt jelenti, hogy ellenmondok, tehát hogy a protestánsok is már valamennyire azért ez ellen vannak. Ez a két értelmezés bizonyos dolgokban azonos, például a Jelenések könyvében, mind a kettő úgy gondolja, hogy eljön az utolsó ítélet. A múltkori adásban szerepelt a muszlim sátánnak a neve, ez a bizonyos Iblis nevezetű valami, amit hihetetlen nehéz megtalálni, hogyha rosszul írunk be. Na, és ott ugyanígy szerepel egy bizonyos végítélet, amikor eljön a maga a sátán. Na most a dolog úgy kezdődik, hogy ott a fenevad, ott a fenevad bélyege. Most ha valaki elkezdi nézni ezeket a dolgokat, nagyon-nagyon alaposan kell megnézni. A hívő 95%-a a zsoltárokat ismeri, a zsoltárokból kiveszik a tényleg autentikusabb, legfontosabb, az egyház számára is legfontosabb tanításokat, és amit az egyház is úgy mér, hogy a hívők számára legfontosabb tanításokat. Nagyon-nagyon kevés ember van, aki végigolvassa a Bibliát, főleg az, hogy most már például szerencsére Magyarországon van egy új Biblia fordítás. Nem akarok butaságot mondani, hogy 10-15 vagy nem tudom mennyi éven keresztül készült, mert minden egyes szót át kellett nézni, és meg kellett nézni, hogy ez mit jelent. Ezért vannak az egyik problémák, mert annyi fajta értelmezése van annak, amit ott igazából leírtunk, hogy ez nehéz ebből igazából kiámozni, hogy mit jelent. Magában a fenevadban például azt mondják, hogy amikor felbukkan a fenevad, fenevad, az egyik fenevad az felbukkan a tengerből, a másik várjál, de a másik felbukkan a szárazföldről. Az egyikből, amikor felbukkan, akkor 10 szarva van, 7 feje van, nem tudom hány keze van, mindegyiken van valami korona. De most ezt eleve meg kellett, az egyik feje az sérült volt, mert valami kardáltal ejtett se volt rajta, de amikor kijön a másik fenevad, akkor a másik fenevad a földből jön ki, az segít. Ez megint értelmezés kérdése, segít meggyógyítani, ez már valami fajta feltámadásnak is érzékeltő várjálna, de honnan jön ki, mondják az igazi fundamentalista a keresztény hívők, honnan jöhet ki ez a bizonyos fenevad? A földközi tengerből, mert a vízből emelkedik, az óceánból emelkedik ki, onnan emelkedik ki. Mi ölelte körbe annó a földközi tengert? A Római Birodalom, mert ami ugye már ott volt. Na,
Tehát, hogy onnan fog kialakulni az egész, és ennek van egy mérhetetlenül részletes valamilyen, hogy hogy alakult ki először az Európai Szén és Acél Unió, nem tudom, 6 taggal, aztán még valaki hozzá csatlakozott, és 1981-ben csatlakozott hozzá ez az egészhez, ez az Európai Unió elődje van, csatlakozott hozzá Görögország is, és ebben az esetben már is megtalálták azt a bizonyos 10-es számot, tehát az a fenevad, aki onnan kikerült, hogy lehet neki 10 szarva. No, kérem szépen, hát akkor itt a bevezető után talán, majd reméljük, hogy érthetőbb lesz mindaz, amit most még csak az első összeállítást mondom, hogy egyáltalán ez a fenevad, kicsoda, micsoda, és hát nem először hívjuk fel figyelmüket arra, hogy nézzék a 666-os számot. In Revelation chapter 13, we see a startling description of what to expect in the end times. Verses 11 through 18 provides a profile and the actions of the second beast. It reads, quote, "Then I saw another beast rising out of the earth. It had 2 horns like a lamb, and it spoke like a dragon. It exercises all the authority of the first beast in its presence, and makes the earth and its inhabitants worship the first beast, whose mortal wound was healed. It performs great signs, even making fire come down from heaven to earth in front of people, and by the signs that it is allowed to work in the presence of the beast, it deceives those who dwell on earth, telling them to make an image for the beast that was wounded by the sword and yet lived, and it was allowed to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast might even speak and might cause those who would not worship the image of the beast to be slain, and it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. To begin, it is important to point out that the second beast is otherwise known as the false prophet. Recent Bible scholars and authors, Tom Horn and Chris Putnam, in their books Petrus Romanus, The Final Pope is Here, and the follow-up Exo Vaticana, Petrus Romanus and the Vatican's Astonishing Plans for the Arrival of an Alien Savior, have raised the possibility that our current pope, Pope Francis, would not only be the final pope as prophesied in the Prophecy of the Popes, allegedly written by St. Malachy in the 12th century, but the false prophet himself. Revelation 13:11 states that the false prophet will have 2 horns like a lamb, but speak like a dragon. The dragon is undoubtedly Satan, but what is amazing is that the current pope is loved and adored by the world. Time magazine chose Pope Francis as Time's Person of the Year for 2013, and his popularity is steadily increasing. Still, I am not ready to say that Pope Francis is the false prophet described in Revelation 13. However, given the circumstances of the various aspects that Tom Horn and Chris Putnam have pointed out regarding the Vatican and their potential plans to reveal an extraterrestrial presence on Earth, I cannot rule out the possibility. If Pope Francis is the false prophet, then we would have to see the Antichrist rise to power first, conquer several nations surrounding Israel, and be killed in the process. This is because Revelation 13 tells us that it is the false prophet who uses miracles to resurrect the first beast, whose mortal wound was healed. In fact, his counterfeit signs and miracles are so powerful that he even calls fire down from heaven to earth in front of people. Perhaps this fire that comes down from heaven in front of people has to do with the extraterrestrial presence that is due to be revealed. This is likely since we know that the coming of the lawless one will be led by the activity of Satan with all power and false signs and wonders. This call of fire down from heaven might be a counterfeit to Elijah in 2 Kings 1 as a way to deceitfully convince the world that he possesses the spirit of Elijah, as did John the Baptist paving the way for Jesus. In light of these possibilities, as Horn and Putnam have pointed out, it is quite startling that the Vatican owns some of the most powerful telescopes in the world. The Vatican Advanced Technology Telescope sits on top of the Mount Graham International Observatory in southeast Arizona. Next to this telescope on Mount Graham is another telescope, the Large Binocular Telescope named Lucifer, which stands for Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. If the Vatican and the Papacy does not have anything to do with what is prophesied in Revelation 13, why do they own the most powerful telescope in the world, and what are they looking for?
Hát szóval volt itt minden. Volt hamis proféta, volt Ferenc pápa, volt ez az egyik legerősebb teleszkóp, aztán mindenféle földön kívüliek és 660, szóval minden benne volt ebben, amiben azért egy kicsit rendet kell teremteni, mert nekem legalábbis úgy érzem, ahogy te szoktad mondani, egy nagy katyvasz volt ez így ez az egész, de hihető. Igen, de az emberek igazából tényleg nem tudják megérteni, és ugye ugyanúgy, mint ahogy régebben beszéltünk róla, hogy egy könyvben, egy ismeretteljesítő könyvben elvárás, egy átlagember számára egy ismeretteljesítő könyvben, ne legyenek benne tudományos képletek. Így van. Ha ott vannak benne a képletek, akkor az illető átlapozza, meg sem beszél könyvben, de ha elér oda, akkor átlapozza. Itt ugyanaz van, hogy minden egyes szót, minden egyes mondatot, minden kifejezést értelmezni kell. Uh-huh. És itt jutottunk el ebbe a területbe, hogyha akár akarjuk, akár nem, szembesülni kell azzal, hogy az aktuális világpolitikai dolgokat beleveszik a hit képviselőit. Tehát most nem arról van szó, hogy a mit tudom én, a jobb oldal, bal oldal, bármelyik oldal, bárki a pápát akarja idézőbe téve gyalázni, vagy a pápának, pápát nevezi antikrisztusnak, vagy úgy gondolja, hogy ő neki hamis most nagy, ő a hamis proféta, igen. Na, ez valójában most tényleg úgy néz ki, hogy sok ember úgy gondolja, hívőkről van szó, tehát hívő emberekről van szó, úgy gondolja, hogy a pápa cselekedetei ellentmondanak azoknak a krisztusi értékeknek, amiket ők vallanak, vagy amit ők tanultak, vagy amit a hittanul egyszerűen csak beletöltöttek a fejükbe, és ezekkel ez ellenkezik, és valóban, emlékezz vissza, hogy említettem, hogy a Ferenc pápa nem régen, ha jól emlékszem, vagy e hónap elején, vagy a múlt hónap végén elutazott Szaúd-Arábia 150 ezer ember előtt. Misézett. Nem, hogy misézett, hanem hogy elmondta a gondolatait, tehát azért az egy kicsit furcsa lett volna. Na, de őt nagy tisztelettel köszöntötték, és a 150 ezeres stadion, abban 150 ezer nem oda kényszerítette, hanem valóban ott volt mindenki, valóban kíváncsi volt arra, hogy mit mond. Nagyon sokan gondold el, ez fordítva. Így van. Na, teljesen. Ugye? Teljesen kizár dolog. Teljesen. Tehát ide, hogy ide jöjjön egy isztán vezető, és itt most megtöltse mondjuk a névstadion. De csak azért, mert nincs ekkora stadionunk. Nincs ekkora... Köszönöm. Már is megoldottad a problémát. Igen. Na most Ferencről sokan úgy gondolják, hogy ő nagyon-nagyon intenzíven támogatja a migrációt, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a migráció az egyik oka annak, hogy itt az Európai Unió, vagy egész Európa veszélybe kerülhet. És akkor itt kapcsolódik össze az ő szerepe, tehát hogy az ő szerepe a migrációban, és hogy a sokan megint, és megint hívő emberekről van szó, akik úgy gondolják, hogy az Európai Unió a jövője, amit terveznek neki a migránsoknak a behozatalával, az Európai Egyesült Államok, ez a bizonyos sátánnak a műve. Tehát ők úgy gondolják, hogy az első lépés ahhoz, hogy bekövetkezzenek majd a Jelenések könyvében foglalt borzalmak, az először, ez gyakorlatilag az új világrend, hát amit mi megfogalmaztunk. Így van, de itt két dologról van szó. Az egyik az, hogy ugye az egyik oldal azt mondja, hogy és erről hasonlóképpen már beszéltünk műsorunkban, hogy gyengíteni a nemzetállamokat, és akkor utána lesz egy egységes Európa, amit majd onnan fölülről irányítanak. A másik, amit szintén elhangzik, hogy erős nemzeti államok, és nem legyengítettek, jelenthetnek egy erős Európát. Hát szóval világos. Tökéletes, és várjál, ha még jobban utána gondolsz, akkor az csupán csak egy lépés arra, hogy létrejön az Európai Egyesült Államok, ami abszolút központi kormányzással megy, de utána létrejöhetnek egy Észak-Amerikai Szövetséget, akarnak, mint mondtam, nem gazdasági Kanada, Egyesült Államok, Mexikó, már meg lenne az Ameró nevű pénzeszközük is. Tehát ilyen hatalmi, hatalmi centrumokat akarnak létrehozni, majd azt ebbe a bizonyos világállamba egyesülne. De még egyszer, miután ez az egész a hitrendszer, Róma, római birodalomról van szó, minden hívő ember Amerikában egyértelműen, de a világ számos pontján is minden fundamentálisan keresztény megvan győződve, hogy az antikrisztus az Európai Unióba fog eljönni. Igen, tehát igen. Úgy vélik, hogy egy nagyhatalmú, karizmatikus, nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon jó beszélőkével megáldott ember, aki ki tud békíteni különböző ellentéteket, és ő fog színre lépni.
Tehát mindenhol, Amerikában sem úgy gondolják, hogy az Antikrisztus ott fog megjelenni, hanem itt, mert hogy a római birodalom utódjának tekintik, hát ha jobban utána gondolsz, a római birodalom kiterjedt Pannóniára is például, pontosan. És Hadrianus faláig a brit szigeteken is ott voltak a rómaiak, tehát gyakorlatilag egész Európára kiterjedt, és ők úgy gondolják, hogy ennek a folytatása lenne ez a bizonyos Európai Unió, és az Európai Unió élé megjelenő egyik vezető, nem akarom mondani most a mostanit, nem most Junckernek hívják, mint egy. Ő is le, de nem, mert megnevezik, de ezeket a félreértési kerekesség még bármelyik liberális baloldali lelkületi ember kiakad, ezt a hívők hát határozzák meg, előjöhet, mint egy fenevad. Így van, na. És akkor utána jön még, hogy a fenevadnak a bélyege, tehát ő kiemelkedik, és akkor utána megjelenik a sátán és az antikrisztus ugyanaz, megjelennek a hamis proféták, a hamis profétáknak semmi köze nincs egyébként konkrétan személy szerint az antikrisztus, és a sátán és a Lucifer az, a sátán, aki felbújtja az antikrisztust, tehát figyelj, tehát van a fenevad, kijön, az inspirálja ezt az egészet, utána célre lép a sátán azonos a Luciferrel, tehát remélem mindenki tudja követni, majd ők létrehozzák, vagy egy emberbe megszületik egy ember, és sokan azt mondják, hogy az az ember már itt van, már közöttünk jár, akár még egy kisgyerek, nagyon sok filmben, Omenben, meg ilyesmi bemutatták, és akkor abból lesz igazából az Antikrisztus, tehát a fenevad, Sátán, Lucifer, a hamis proféták és az Antikrisztus egy négy különböző dolgot jelent, és a mi szempontunkból az Antikrisztus az, aki megtestesíti emberi formában, emberi tudattal, egy pszichopata valaki, aki világuralomra tör, és az ő tevékenységében válnak valóra, vagy válnak rémálommá a Jelenések könyvében megfogalmazott, 2000 évvel ezelőtt, vagy 2200 évvel ezelőtt, nem, 2000, mert már időszámításunk után volt a János Jelenések könyvében, ezek a borzalmak. Na hát erre majd aztán hátrafelé, még mikor megyünk a műsor vége felé visszatérünk. Előbb azonban nézzék meg a most következő film részletet, és ezt a két nagyszerű színész, Keanu Reeves és Al Pacino-t. Hát ördögi, hogy úgy mondjam. Tessék! Áruld el, ki miatt cipeled azt a zsáktéglát? Istenért? Ő érte teszed? Istenért? Hát jól van, hadd áruljam el neked, Isten egy aprócska műhely titkát. Isten imád leskelődni, nagy mókamester, gondolj csak bele. Megajándékozza az embert az ösztöneivel. Igazán rendkívül becses ajándék. És aztán mit csinál? Esküszöm, csak is a maga szórakoztatására, hogy jókat mulathasson a kozmikus, privát vetítőtermében, mindenre sorra tilalomfát állít. Utánozhatatlan poén. Nézd, de ne érintsd! Érintsd, de meg ne ízleld! Ízleld, de lenegyeld! És míg te zavartan ugrálsz egyik lábadról a másikra, ő vajon mit csinál? Akkorákat röhög rajtad, hogy majd megszakad belé! Szemellenzős! Szadista! Abszolút nem törődöm, uraság! Őt imádjam netán, soha! Inkább uralkodjam a pokolban, mint szolgáljak a mennyben. Miért te? A kezdet kezdete óta itt forgolódom az élet sűrűjében. És táplálta minden olyan érzést, amelyet az ember érezni rendeltetett. Érdekelt, hogy mire vágyik, és sohasem ítéltem el. Miért? Mert sohasem utasítottam el minden tökéletlensége ellenére. Én rajongok érte! Humanista vagyok. Talán az utolsó humanista. Ugyan kitagadhatná Kevin, már aki épésszel bír, hogy a 20. század egészen az enyém volt. Az egész, Kevin! Az egész! Az enyém! A csúcson vagyok. Eljött az én időm. Azt mondja, hogy eljött az én időm. Hát itt is van, mert tényleg a 20. századról nem mindent el lehet mondani, de csak azt hiszem, azt nem, hogy az emberiség történetében az egyik legfényesebb század volt.
háborúkkal, gonoszsággal és sok mindent sorolhatnék még mindennel tele. Úgyhogy hát amit itt Al Pacino mondott, a gonoszságot, és hogy az enyém, és itt vagyok, és a csúcson vagyok. Hát valahogy ennek a műsornak az is célja, hogy ezt a csúcsot valahogy megpróbáljuk egy kicsit átugrani, képletesen szólva, de minden esetre ez a film részlet, én azt hiszem így tényleg zseniális volt. Én azt mondom, hogy ha valakinek van rá lehetőségem, fönn van a YouTube-on, szerintem teljes egészében nézze meg, ez az Ördög ügyvédje. Az Ördög ügyvédje, és azért az Ördög ügyvédje, mert az Al Pacino játsz egyébként az ördögöt, Keanu Reeves az pedig egy nagyon tehetséges ügyvéd, akit ő behálóz egyébként, és sikeres, minden esetben sikerre viszi az ügyeit, és akiket ő képvisel, annak mindenki megnyeri a pert, és akkor megjelenik nála a sátán. Na most, itt mi megmondtuk a kedves nézőnk, hogy beszélgettünk erről az egészről, általános vélekedés volt, hogy Végvári Tamás. Annyi. Sajnos az már nincs köztünk. Igen, sajnos nincs. Az ő összes szinkronja zseniális volt. De erre azt mondták erre a szinkronra, hogy ez keményen veri az Al Pacinót. Tehát ahogy az Al Pacino, ahogy előadja, pedig ő is egy Oscar-díjas zseniális színész, de a Végvári Tamás, de ez tényleg egyszerűen döbbenetes. Na most, ha belegondolsz, akkor ebbe az egészbe azért volt ennek a bejátszásnak egyébként idézőben az volt, hogy az utolsó humanista, amit ő mond magáról, hogy ő most pontosan ezt az irányvonalat közelíti meg, amiről beszéltünk, hogy ő eljött közénk, de ő igazából nem a gonosz, hanem azt mondja, hogy a humanista, hogy azt mondja, hogy ő szembeszállt Istennek azokkal a tiltásaival. Ennél zseniálisabban megfogalmazni, hogy legyen ott előtted, de ne érintsd. De a hatalom, hogy azt mondja, jó, hát hogy én most Istent értem a hatalom. Igen, mellett. Bocsánat, hogy Isten óriási nagyokat röhög a markában, amikor lehetővé teszi, hogy mi megteremtsük, ott legyen körülöttünk azok a dolgok, de egyből el is tilt bennünket. Na most, hogyha jobban utána gondolunk egyébként, ez tökéletesen igaz. És éppen ezért ebben a bejátszásban és ebben a kontextusban a sátán, nevezzük őt inkább, most abszolút feketében van, nevezzük Lucifernek inkább, tehát Lucifer átkerül a másik oldalra. Ő az, aki azt mondja, hogy térjetek már észhez, emberek, élvezzétek az életet, ne akarjatok állandóan tiltásoknak a gyűrűjében élni, hanem ha valami, ami ott van körülöttetek, akkor ne legyen az, hogy ha odaadják neked azt a dolgot, de azt mondod, hogy érintsd meg, de vagy megnézheted, de nem érinteted, de ha megérinteted, akkor nem eheted meg, de hogyha vagy megizzelheted, de nem nyelheted. Tehát rengeteg dolgot, tehát ő elmondja az összes olyan tiltás ellen, szólt, és azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy élvezzétek az emberek az életet. Élvezzétek az életet, és ne állandóan ez legyen. És emlékezz vissza, ezt mondtuk előző adásban, meg talán lehet, hogy most is említettük, hogy akkor, amikor megjelent az Édenkertben a mennyből letartott Lucifer kígyók képében is megkísértett őket, akkor pontosan ugyanez történt. Akkor azt mondta, hogy gyerekek, ti még semmit nem tudtok, nincsenek érzelmeitek, nem tudtok különbséget tenni jó és rossz között mindent, de én megadatom neked a lehetőséget. Itt meg ugyanazt mondja el, pontosan. Tehát ez egy, és ez bármilyen sem érzik, ez egy filozófia. Ez egy filozófia, a sátán, Lucifer sátának tulajdonított pozitív kép. Igen, és erre alapoznak egyébként, bocsánat, a sátán igen. egyházába is, amit a múlt hát, persze, mutatom. Igen, hogy milyen a sötétségnek is milyen jó oldalai vannak. Hát erre szokták azt mondani viccesen, hogy akik egészségesen élnek, azok hosszabb életűek, akik nem, azok viszont jobban érzik magukat. Hát szóval... bocsánat, emlékszem még arra a szellemi dekompressziós kamra, igen. amiből minden kint hagyunk, és azért megyünk oda abba a lestétett helyiségbe, hogy minden vágyunkat, ezek eléggé szélsőséges, elég elvetemültek, és eléggé szexuális tartalmak, de hogy mindent meg tudjunk valósítani. Pontosan. Tehát, hogy mi azt akarjuk, és várjál, ennek a mintájára született a másik oldalon, a liberális oldalon, ott meg a safe space-ek, a biztonsági helyek, ahol viszont nem lehet semmiről se beszélni. Tehát van a szellemi dekompressziós kamra, másikon pedig a biztonságos tér. Itt mindent megtehetsz, ott meg semmit. Nem. Jó, hát akkor... Mindenki döntse el, hogy melyiket akarja választani. Igen, szabad a választás. Ahogy mondani szokták, megrázó képsorok következnek, én nyugodtan mondhatom erre az összeállításra, és megint csak 666.
imagine? A world in total turmoil, where you would not be allowed to purchase the basic necessities like food, water, and gas. A world that strips you of all of your rights and freedoms, unless you agree to possess a certain fateful mark in your forehead or your hand. A mark that represents a license or permission to live in the world's final civilization. You have probably heard about the infamous Mark of the Beast and the ominous number 666. Where did it come from? Why is it so dangerous, and how do you avoid getting it? In fact, how do you know you don't have it now? The Bible says that in the end of time, everybody will be required to receive the Mark of the Beast. And if you don't receive this mark, at first you won't be able to buy or sell, and ultimately you'll be killed. He causes all to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except the one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. In fact, verse 15 says those who don't worship the image of the beast should be killed. The Bible is clear. Death would be preferable to the curses that fall on the one that receives the mark of the beast. But how can you avoid receiving this mark if you don't even know what it is? There are a lot of misconceptions about what the mark of the beast is. Some, for example, believe the mark of the beast is a barcode or a tattoo that is branded on the forehead or the hand. Others believe that the mark is some form of computerized ID chip that's inserted under the skin. And then there's still others that think that everybody is going to be told to line up and receive their 666 credit card. While the number 666 is associated with the name of the beast, the number itself is not the mark. You don't get the mark of the beast by driving a car with 666 on your license plate. And you'll probably not be struck by lightning if you sit in seat number 666 at some arena or sporting event. The truth is that the mark of the beast is not a physical external mark at all. What's even more surprising is that most people don't realize the Bible teaches everybody in the last days will have one of two marks. One group has the seal of God in their foreheads. The other group has the mark of the beast. The seal of God is having the law of God in our hearts. And these words that I command you today shall be in your heart. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. It shall be as a sign to you on your hand, and as a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth. So we can see from these examples, in the hand and in the forehead is symbolic of having the law of God in our actions and in our thoughts. That would mean that the mark of the beast in the hand or the forehead is also not a physical external mark, but rather it represents some distinguishing difference in the thoughts and the actions of the lost. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Their thoughts are thoughts of iniquity. In the hand, in the actions, in the head, in the thoughts. It's a symbol. The Bible says in the end of time, everybody will receive some form of mark. It's not going to be a tattoo or a computer chip or a credit card. That's just what the devil wants people to think. Satan has managed to get just about everybody to focus looking in the wrong direction, while the real mark of the beast is creeping up right behind them. So what does the mark of the beast symbolize? Nobody has it yet, but soon many will. You need to make sure it's not you. There are few subjects that are more misunderstood, and very few subjects that need to be understood more. Szóval, ahogy elindult a dolog, hogy vonalkód vagy mikrocsip, amit beültetnek a bőr alá, aztán kiderült, hogy hát ez szimbolikus, ez nem kell ennyire komolyan venni, hanem sokkal inkább a tudatot, és hogy ott jelenhet meg a bélyeg, és hát volt itt mindenféle hivatkozás Ézsiás könyvére, Mózesére, mindenféleképpen, tegyük rendbe. Kitalálták ezt, hogy tehát a Bibliában szerepel, hogy akkor itt van a fennevadnak a száma, a fennevad bélyeg, a fennevad száma, ez egy emberi szám, kiszámolhatod. Nagyon érdekes. Na, majd egy nyelvűben várjál.
nincs leírva, hogy 666, egyébként nem 666 betűkkel van leírva egyébként, tehát igen. A száma és betűkkel kiírva, óckodtak attól, hogy ez a 660-at ez szerepeljen. Bocsánat, Amerikában nincs 13-as elmélet. Azért, ez egy, babona. Na, igen, ez egy poén egyébként, mert az Európa Parlamentben egyébként ott több képviselő van, mint 660, igen. És egy ideig a 660-os szék az üresen állt. Na. És azóta valami spanyol, vagy nem tudom, mit tudom, végig is elfoglalta, de már is akkor megszülettek az összeesküvés elméletek, hogy azért hagyták üresen, hogy oda fog majd leülni az az ember, aki? Az, aki az Európai Uniónak a valamilyen, onnan fog kiemelkedni az a bizonyos személy. Na jó, most na mindegy, 666? Tehát vissza ez a bizonyos 666-ról. Erről a 666-ról nagyon sokan meg voltak győződve, hogy ez valamilyen formában szerepelni fog. Itt látod, volt egy ilyen valami, hogy akár a homlokodra lesz írva. Igen. Aztán ezt megpróbálták finomítani. Értelemszerűen a régi időszakban erről nem volt semmifajta elképzelés, mert ez egy szám volt. Tehát meg volt akkor győződve, hogy az embernek a kezén szerepelhet, tehát akkor az tényleg csak vagy a homlokán szerepelt, az csak egy tetoválás. Na most akkor elkezdtek ezen gondolkodni. Jött az a szöveg, hogy senki nem adhat el semmit, nem értékesített semmit, hogyha azonnal nincs rajta a fenevadnak a bélyege. Adott volt természetesen az újabb korban, amikor a 70, nem tudom mikortól, 72-től, akkor azt hiszem akkortól vezették be a vonalkódot. A vonalkódnak az alkalmazása az adta magát, mert arról volt szó, hogy tényleg nem lett anélkül értékesíteni egy dolgot, hogyha nincs rajta vonalkód. Tehát mostanra olyan lett a világ, hogy mindenhol automata leolvasó van. Tehát a mi újságunknak ugyanúgy ott van rajta vonalkód, mert arról olvassák le. Ha feldolgozzák az úgynevezett remitendát, akkor ez alapján dolgozzák. Na de fel. A Párizsin is rajta van. Minden terméken most tényleg rajta van a Párizsin is. Hát kapsz tízdek a Párizsit, ott is van. Nem a Párizsin, a csomagoláson. Hát a csomagoláson. Mert a Párizsin még nem találkozott. Hát, egy kicsit meglepődnék, hogy kinyitom, és ott van, rejtve. És ott a sátán bélyege. A 6x6 taxi, nem tudom, hogy mert üzemelt, vagy valami, hogy a két csoportban is ott vannak a hatos, őket nem különösebb ideges tette. Viszont... De az dobókockás. Igen, igen, dobókocka. Na most erre a 3x6-osra különböző dolgok születtek. Az egyik az volt, mindenfajta, én szerintem idézőben azt mondom, nyakateket magyarázatok. A hatos szám a hatodik napon, tehát a hatodik napon teremtette az ember. Tehát igen. Úgy kell értelmezni a hatos számot, hát ha csak úgy nem, ez megint igen. Az a módszer, hogy egymásra rekjük, hogy megszorozzuk 100-zal, 10-zel, meg hozzájuk 6-ot, és kijön a 666. A 66-os pedig, az pedig a snapszli. 66 ütés kell elérni. Na, de azért mondom, tehát ezek a számok egyébként tehát így szerepeltek. Viszont, miután nagyon sokan azt mondták, hogy a sátán maga a gonosz, az a Vatikánba székel, tehát az Rómába található. És akkor figyelj erre, légy csak, ezt csak azért kell megnéznem, hogy volt egy... Én úgy emlékszem, hogy ez talán a 8. században került bele valami szentiratokba, és hamisítványnak tartják. Latinul bekerült az a szó, hogy Vicarius Filii Dei. Ez a római pápának, az Isten fiának a földi helytartója. Ez a római pápának, a mindenkori római pápának a címe. Igen. Na most figyelj erre, tehát hogy lehet ebből bűvészkedni. Szépen leírták ezt a bizonyos szót. A latinban van, amikor a V helyett úgy szerepel, tehát a vicarius, a végén ott egy U betűnek kellene lenni, de az, hogy miután a latinban mind a kettő használható, tehát oda némi nem is nézásra beillesztettek egy V betűt. Majd fölírták föléje a római számokat, tehát hogy MDC, LX vagy valami, ezekből a betűkből, ebből a szóból. Azokat, amik nem illenek bele, tehát azokat. Nem, azok nem, ja, azok nem is szerepeltek benne. Azokat a számokat összeadták, és akkor kijött belőle, most nekem megvolt egy ilyen táblázatban, hogy összeadták így ezeket a számokat. A végén az a dej, tehát az Isten az D az 500, az egyes az egy, az 501 volt, és ezt összeadott, három csoport van, három szóval, filii, az ott két i van a végén. Ha ezeket itt összeadod,
666-ot ad ki. Na most ezek azok a dolgok, amikor úgy gondolom, egy kicsikét belebeszéljük már ezeket a dolgokat, mondom, itt egy kicsikét csalni kellett, mert a vikáriusnál az U betű helyett egy V betűt cserélni, mert annak az ötös értéke ilyen, az a kömbe csak 661 jött ki. Egyébként vannak olyan elméletek, vannak olyan hihetetlen, ebben a külön számban van 68 tanulmány, és a 68 tanulmányban van olyan, ami bebizonyítja, hogy nem is 666 volt, hanem egyes vélekedések szerint 616 volt ez a bizonyos szám. De a lényeg ennek az egésznek, hogyha mai korban végig gondolunk, nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül kapcsolatba kell hozni a jelenések könyvében szereplő szörnyűségekkel, bár amiket ott leírnak, és amiről majd egyébként a következő két adásban szót ejtünk, és bemutatjuk a kedves nézőknek áttekintető módon, annak tényleg a küszöbén állunk. Tehát azt el kell ismernem, most kéne valami ilyesmit mutatni, igen, nem tudom, most igen. Tudom mutatni, vagy hogy van minden. Hát, hogy? Szóval valahogy csak összejön. Az más. Ez tehát, hogy, nem, hogy, tehát, hogy tényleg ott állunk a kapujában ennek, tényleg ott állunk ebben a világban, tényleg bekövetkező, és akkor amiket ezek bemutatnak, ezek a filmek, és az a félelmetes, hogy arra tessenek gondolni, hogy ezek hívő közösségek, hívő ilyen, azok dolgozzák fel ezeket a témákat, és ők mondják azt, hogy kérem szépen, tessék végig gondolni, hogy egyfelől azt mondja, nagyon jó, hogy említetted, hogy ennek a bizonyos jelnek a homlokodon, itt a homlokodon csak az elmédre gondolt egyébként, és hogy ennek belül kell benne lennie. Tehát legyen olyan, mert egy másik értelme szerint két csoport lesz, az egyik csoportnak a fején ott van a sátánnak a bélyege, a másikon pedig az Istennek a bélyege. Tehát ez a kettő el fog válni, értelemszerűen az egyik az megy a levesbe, tehát az megy a pokolba, a másik pedig megy a mennyországba. Na igen, de bocsáss, ne feled szabad, itt a végén elhangzott az is erről, hogy a sátán bélyege. És akkor az hangzott el, hogy vigyázzatok, nehogy köztük legyetek. Na de hogyan? Hát erre nem nagyon lehet vigyázni, hát erre, de még egy nagyon érdekes. Igen. Hány műsorban foglalkoztunk ezekkel a beültethető kis csipekkel? Na persze, azzal lehet már fizetni, most diszkóba járni. Na, hát. De most tényleg, ha valaki tényleg összefüggést Hollandiában, holland példát mondtunk. Így van, akkor. Így van. És hogyha valaki ezt összefüggésbe akarja hozni az a helyzettel, akkor azt mondom, hogy ez tényleg lehetne a fene vannak a bélyege. Ez ennél sokkal, de sokkal, de sokkal komolyabb lehet, és én nem pont most olvasok otthon a robotjövőről és a robotoknak, a mesterséges intelligencia jövőjéről, bocsánat, egy valami, amiben egy karkötő szerepel, ő még olyan, először karkötőt mond, utána azt mondja, hogy ez kis csip. És az a csip nem csak arra jó, hogy téged, hogy te azzal fizessél, hogy minden adatot tartalmazza, hogy a helyedet mindenről beszámoljon, hanem alkalmas arra is, mert egy kis méregkapszula, hogyha valami olyasmit cselekszel, akkor az a kis méregkapszula az kinyílik, és abban a pillanatban meghalsz. Hát, tehát igen, magyarán a jelenlegi, már most itt a 21. században a földnevű bolygón rendelkezünk olyan technológiákkal, hogy a fenevadnak a bélyege ránk, illetve belénk kerülhet, és tényleg megtehetjük, vagy tényleg megtehetik velünk, hogy ezekkel a dolgokkal tökéletesen uralkodhatnak rajta. Igen, hát akkor a fenevad már köztünk jár, vagy azt az mondod? Antikrisztus is köztünk vagy jár. Vagy negatív vagy. Nem, én nem vagyok negatív, nézzük meg itt a befejező összeállítást, ami azt hiszem, hogy igazolja mindazt, amit mondtunk, vagy mi igazoltuk azt, amit ők mondtak íme. Egyes biblia szakértők szerint az Antikrisztus a hírhet apokalipszis négy lovasa közül az első, a béke ígéretével áltatja majd a világot. De ez a béke pusztuláshoz vezet, és a jövendőlés szerint az Antikrisztus hirdeti majd ki. Ha valakire ráaggatják az Antikrisztus nevet, az lényegében nem több az illető sárbatiprásánál és kifigurázásánál. De ettől függetlenül nem zárhatjuk ki a lehetőségét annak, hogy az Antikrisztus valóban létezik. A jelenések könyve leírja, az Antikrisztus miként szilárdítja meg hatalmát. És adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
Olyan nemzetközi problémákat idéz majd elő, hogy az emberek tártkarokkal várják a megváltó, egy messiás eljövetelét, aki a politikai porondra lépve elsimít majd minden politikai konfliktust a Földön. A háborúk és gondok ellenére egyfajta összefogás alakul ki az emberek között. Nostradamus, a híres 16. századi látnok szintén beszámolt az Antikrisztus eljöveteléről. Egyik 1555-ben íródott versében, mintha a jelenések antikrisztusi alakja elevenedne meg. Az, kit Hannibál pokolbeli istenei hívnak életre, pusztulást hoz az emberre. Még soha ilyen fertelmes szörnyűség nem tombolt a földön, mely a rómaiakra tör majd Bábel felől. Bábel a mai Irak területén helyezkedett el. Itt terült el Mezopotámia, ahol az egyik keresztes hadjárat is alul maradt a harcban. Kit tisztelt istenként Hannibál? A főníciaiakat. És merre tisztelték őket? Afrika északi részétől kezdve egészen Perzsiáig, ami a mai Közel-Keletnek felel meg, azaz Libanon, Izrael, Szíria és Irak területének. Egyesek szerint ez azt jelenti, hogy az Antikrisztus a Közel-Keletről érkezik majd. Az, kit Hannibál pokolbeli istenei hívnak életre. Az Antikrisztus már valószínűleg köztünk jár, és talán fogalma sincs róla, hogy ő az Antikrisztus. A keresztény hívőknek számolniuk kell egy lehetséges antikrisztusi figura létezésével. De ne feledjük, hogy egy irodalmi szöveggel van dolgunk, mely érzéseket akar közvetíteni szimbólumok, hasonlatok és metaforák segítségével. Említettem, kedves nézők, illetve említettük mindketten a múltkori adásban, hogy ebben a maiban ugye az Antikrisztus nyomában járunk, meg ismét foglalkozunk a sátánnal, nem sorolom el még egyszer, hogy mi mindent ígértünk, és mi mindent valósítottunk meg. De már előre mondom, hogy a következő számban ismételten előjön ez a fajta gondolatmenet, és még hozzáteltem azt is, ugye, hogy még az azt követőben is, mert így kétszer kettő, bár a múltkori egyik adásban kiderült, hogy a kettő meg kettő az nem 4, hanem 22, szóval itt kétszer kettő adásban foglalkozunk ezzel, és ugye a sátán nyomában járunk, hogy mit is, milyen gonosz szándékokat akar megvalósítani itt a Földön, de aztán az is előkerül, ugye most szó volt a hetedik napról, a teremtés hetedik napjáról, ott pedig szó lesz a hetedik pecsétről, illetve annak feltöréséről. Hát én azt hiszem, nem akarok rébuszokban beszélni, de ez megint csak nagyon-nagyon figyelemfelkeltő lesz. Hát ott lesz egyébként a hét pecsét, hét trombita és hét kehely, uh-huh. És hogyha egy gyengébb idegzetű néző, aki nincs abban a dologban, akkor abban például ezt lemond róla. De most komolyan, igen. És akkor derült ki, hogy ezek a történetek hogy ágyadódnak egybe. De még vissza ehhez a bizonyos Antikrisztusban, amikor azt mondják, hogy közöttünk jár. Az a baj, hogy a mai világban kifejlődött az evolúció, a társadalmi evolúció során egy pszichopata embertípus. Ez az a pszichopata embertípus, aki lehet politikus, tudós, azok között kevesebb gazdasági vezető. Uh-huh. Ezek azok az emberek, egy jól meghatározható, a pszichológusok által jól meghatározható figura. Egy olyan ember, aki önző érdekből tényleg csak azzal törődik, nem törődik, nincsenek ilyen érzelmei, tehát ő, amikor végrehajtja a cselekedeteit, nem, egyszerűen nem foglalkozik erre. És az a baj, hogy régebben, egy adott korban akadt néhány ilyen ember, akiket felsoroltunk, Nérótól elkezdve Osama Bin Ládenig, de a mostani korban sajnos nagyon-nagyon elszaporodtak. Hát, de nagyon-nagyon ilyen sok van ilyen, és akkor a legfélelmetesebb az, hogy ő lesz az Antikrisztus. Azt jelenti, hogy már itt van, már köztünk jár, már lehet még gyermek, erről szólt például az Omen című filmekben feldolgozták, lehet, hogy köztünk jár, lehet, mondom, egy kisgyermek már felnőtt, és akkor abban, amikor a sátán és a Lucifer eléri, akkor ő vált, és akkor ő tényleg véghez fogja vinni mindazokat a dolgokat, amire egy normális ember nem számítani azért, mert tényleg pszichopata, és ebben esküszöm, a mi részünkre nincs semmi gonoszság, ez egy pszichológiai sima tény. Hihetetlen TV kukac, hihetetlenmagazin.hu-ra kérjük tisztelettel a megfejtéseket.
A kérdés az, hogy melyik filmben alakítja Al Pacino az ördögöt, mi volt a film címe, mutatom már is az áprilisi számot, fél éves előfizetés, és akkor itt van az Antikrisztus, a hihetetlen külön száma, mert hogy most már ez van, és az múlt héten jelent meg, és az egybecsomagolt ezek szerint kifutó modell. Igen. És az elveszett evangélium, ez is, én mindig elmondom itt, hogy mi minden van benne, hát most még egyszer nem sorolom el, tessék jó megfejtéseket küldeni, és akkor hát a szokott időben pénteken esténként 21 és 22 óra között itt a 6-os csatornán lehet látni a hihetetlent, és azon kívül szerencsére egyre több helyen, és azt is mondom, hogy szerencsére, hát száfolj meg, ha nem igaz, egyre kevesebbszer tud mindenhonnan letiltani minket a nagy testvér, mert valahol mindig kibújunk, így mint van, a fenevad. Így van. Hát ez az egyik megoldás az, hogy mindenképpen itt nézzenek bennünket először a 6-os csatornán, és a következő héten 4 vagy 5 alkalommal különböző időpontban van közte éjszakai, nappali, reggeli, délutáni időszak, akkor is itt nézzenek bennünket, mert biztos, hogy az eredeti adást látják. Tehát ez az első változat. A főadás követő, a pénteki főadás követő másnapon, vagyis szombaton délelőtt fölkerül a Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára beágyazott videóként, ami azt jelenti, hogy ott közvetlenül ott meg lehet nézni, beágyazott Facebook, YouTube, Dailymotion és Inda videóként, tehát ezeken a platformokon mind megnézhetik, tehát a mi nézettségünk egyébként ebből a 8 platformból adódik össze egyszer, plusz a 9. a 6-os csatorna, bocsánat, első 6-os csatorna, és plusz ez a 8 platform, és akik feliratkoztak a YouTube csatornánkra, azok a YouTube csatornánkról közvetlenül megnézhetik a műsorunkat. A Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán a műsorhoz kapcsolódó videók, szövegek, képek találhatók meg, és itt mondhatják el a véleményüket a műsorral, illetve az oldalon megjelenő anyagokkal kapcsolatban. És külön köszönjük szépen a külföldről érkező jelzéseket, megfejtéseket. Hát igyekszünk természetesen azoknak is kedvébe járni, akik nem itthon élnek, és elküldeni a nyereményt például akár a Fülöp-szigetekre. Most is, megint egyébként Desvár Csaba most is küldte a megfejtést egyébként a Fülöp-szigetekre. És akkor, mint olyan sokszor elhangzott már némely műsorunkban ébresztő, és ezt azért mondom, hogy ébresztő, tessenek gondolkozni, én itt az elveszett evangélium hátoldaláról idézek, azoknak, akik hisznek, nem kell bizonyíték, azoknak, akik nem hisznek, nem létezik bizonyíték. Úgyhogy legyünk ennél okosabbak. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, tehát akkor a megszokott időben a jövő hét pénteken ismét találkozunk, addig is minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.